Sziasztok! Hogy számomra mit jelent a hit, ezt szeretném most veletek megosztani. Nagyon sok gondolatom és elképzelésem volt régen a hit jelentéséről, de ez már nagy mértékben megváltozott, átalakult. A hit számomra egy szívbéli állapot. Hogy ez mit jelent? Azt jelenti számomra, hogy amikor a szív sebei begyógyulnak, ezek fájdalmak, sértettség, csalódottság, mellőzöttség, és ezek be tudnak gyógyulni. És ez megtörténik, akkor a szív stabil lesz, erős, békés és nyugodt, és ugyanakkor megingathatatlan, a külső körülmények változásai nem rángatják meg ilyenkor a szívet. És mindamellett, hogy stabil és erős a szív, mégis nyitott marad, érzékeny marad, befogadó és szeretetteljes. Ezt értem ez alatt. És számomra a hit az nem egy gondolat, nem egy elképzelés, nem egy fejben megszületendő dolog, hanem ennek bizony érzetei vannak, és fizikailag is meg lehet tapasztalni. Testi érzete van. Megváltozik a mellkas és a szívvel kapcsolatos érzés és állapot. És meg lehet tapasztalni azt is, hogy megváltoznak az érzelmek, megváltoznak a gondolatok, megváltozik a viselkedés, és meg lehet azt is tapasztalni, hogy megváltoznak a körülmények is. Nekem most ezt jelenti a hit, és nagyon örülök, hogy megtapasztalhattam ilyen formában. Köszönöm szépen! Sziasztok!